Kedves gyülekezet, drága testvéreim, nyissuk meg az igét a Lukács szerinti evangélium 20. fejezetéből. Az igét a Lukács szerinti evangélium 20. fejezetéből fogom olvasni, az első verstől a 8-assal befejezve. Isten igéje így hangzik a Lukács szerinti evangélium 20. fejezetéből az első verstől. Történt az egyik napon, hogy miközben az Úr Jézus a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt és megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket, eddig az ige szakasz. Maradjunk így állva és imádkozzunk az ige áldásáért. Torkos Árpád testvért kérem hangos imád. De meg vagyunk győződve, hogy te vagy egy csodálatos Isten, és olyan hiteles reménységben állunk előtte, hogy te szólni fogsz hozzánk, ezért imádkozunk, hogy áld meg a mi testvérünket, áld meg az igét az ő száján, és áld meg a mi életünket, a mi szívünket, hogy készek legyünk annak befogadására, hogy éljünk a te dicsőségedre, a te ígéd és a te beszéded által. Csodálatos Istenünk, kérünk, hallgass meg az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Köszöntöm a kis Szent Miklósi gyülekezetet az Úr békéjével, gyülekezetünk nevében, a Békés Csabai gyülekezet nevében, illetve az új kígyósi és a csorvási testvéreim nevében is, ahol havonta többször is van lehetőségem szolgálni. Családom nevében is köszöntöm a gyülekezetet. Az Úr januárban az 5. gyermekünket is ránk bízta, hogy neveljük. Ezzel foglalatoskodunk, és a gyermekek pedig sűrűn gondoskodnak arról, hogy nehogy unatkozni találjunk. De örülök annak, hogy ezt a vasárnapot a gyülekezet is számomra szabaddá tehette, hogy itt szolgáljak vendégként. És hiszem, hogy az Úr szava mindannyiunknak tanítására lehet, hogyha engedjük. Az Úr Jézus Krisztus hatalmáról szeretnék beszélni a felolvasott ige alapján is, meg úgy egyáltalán az ige alapján, ahogy ezt az Úr Jézus magyarázza, illetve ahogy mások is a Bibliában. Fontos nekünk az Úr Jézus hatalmáról elmélkedni, azért is, mert az Úr Jézus beszél erről. Márpedig, amiről az Úr Jézus beszél, arról nekünk is beszélnünk kell. Aztán nem csak azért, mert az Úr Jézus beszél arról, hanem mert manapság is, ami történik, Jézus Krisztus hatalmát mutatja be. Az Úr Jézus mielőtt elbúcsúzott volna, azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, és a kiváltság az lehet számunkra, hogyha Isten meg is engedi, hogy ebből a megnyilvánuló hatalomból valamit meglássunk. Aztán mondhatnánk, hogy sajnos, olykor kétségbe vonjuk azt, hogy az Úr Jézusnak hatalma van.
Akkor, amikor nem látjuk azonnal, vagy akkor, amikor mi szeretnénk, hogy úgy történjenek az események, ahogy azt elvárjuk, ahogy megrendelnénk Istentől. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy az imádság arra való, hogy Istennek megadjuk a rendelést. Ez így, úgy cselekedjék a betegek így, akkor, és minél olcsóbban meggyógyuljanak, minél hamarabb, hogy lehetőleg ne legyen annyi szenvedés, és már itt a földi életben minél többet megtapasztaljunk Isten eljövendő országából. És amikor nem ezt látjuk, vagy nem ezt kapjuk Isten részéről, hogy teljesíti azonnal a kívánságunkat, akkor kétségbe vonjuk az Úr Jézus hatalmát. És ilyenkor zavar keletkezik bennünk, és szükséges, hogy Isten helyre tegye azt, ami elmozdult bennünk. Azt a hitet kell Isten helyre tegye, megerősítse, kiigazítsa, ami olykor eltorzul bennünk. Azért is fontos az Úr Jézus hatalmáról tanítani, elmélkedni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy miképpen viszonyulunk Jézus Krisztus hatalmához. Kétféleképpen lehet viszonyulni az Úr Jézus hatalmához, vagy elismerem őt és követem őt, mint akinek hatalma van, vagy ellene szegülök, lázadok, dacolok az ő hatalmával. Miután áttekintettük, hogy miért fontos az Úr Jézus hatalmáról tanítani, elmélkedni, szeretném, hogyha megvizsgálnánk a felolvasott igét, hogy mit láthatunk meg, mit érthetünk meg Jézus Krisztus hatalmával kapcsolatban. Az első, amit szeretnék megfogalmazni, hogy Jézus Krisztus hatalma megnyilvánuló hatalom. És ezt onnan látjuk, hogy még az ő ellenfelei is elismerték. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Tehát ők fel sem teszik azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e hatalma az Úrnak, hiszen elismeri, van. Nekik más a kérdésük, hogy honnan van, ki adta neki ezt a hatalmat. Mielőtt még tovább megyünk, egy kis szünetet tartsunk, és ez alatt vizsgáljuk meg, hogy mit is értünk ez alatt, hogy hatalom. Illetve egy rokon fogalom a tekintély, vagy egy másik a befolyás. Mit értünk ezek alatt? Egyik tanulmány úgy fogalmazza meg ezeket a kulcs kifejezéseket, hogy a tekintély a jogosan használt hatalom. Ugye van olyan hatalom is, amit nem jogosan használ az ember. Hogyha én fogom magam és felöltözök rendőrnek, és próbálnék valakiket igazoltatni, és azok lennének annyira bátrak, hogy visszakérdeznék, hogy kérem szépen igazolja ön magát, és nálam nincs rendőr jelvény igazolvány, hamar értesíthetnék az igazi rendőröket, hogy itt van egy önjelölt, aki a hatalmat nem jogosan használja. Tehát a hatalom, és a tekintély, és ez nem csak a hatóságra nézve érvényes, hanem a gyülekezeten belül, de különösképpen Istenre vonatkoztatva, hogy a tekintély a jogosan használt hatalom. Aztán mi a hatalom egyáltalán? Ezt az egyik tanulmány úgy fogalmazza meg, hogy a befolyásolásnak a képessége. Az a képesség, hogy valakiket irányítani tudok. És micsoda a befolyás? A befolyás az a képesség, illetve cselekmény, amelynek következtében megváltozik valakinek az élete, megváltozik valakinek a gondolkozása, illetve a tettei. Tehát ez a befolyás, hogy valakinek a gondolkozásában, a viselkedésében változás történik, ez a befolyás. Tehát így függ össze a tekintély, a hatalom és a befolyás. Az Úr Jézus hatalmára visszaterelve a szót, azt látjuk, hogy a kérdezők elismerik, hogy az Úr Jézusnak hatalma van.
Elismerik, hogy az Úr Jézus tekintélyes, és hogy amiket ő véghez visz, azt nem tudja más megcselekedni. Küldtek az Úr Jézus elfogására bizonyos embereket, és amikor visszatérnek az Úr Jézus nélkül üres kézzel, nem tudták elfogni, és kérdezték, miért nem fogtátok el? Azt mondták, senkit nem hallottunk úgy beszélni, és úgy prédikálni, mint az Úr Jézust. Olyan tekintélye volt az ő szavának. Egyszerűen nem merték rátenni a kezüket. Tehát az Úr Jézus hatalma, az Úr Jézus tekintélye megnyilvánuló hatalom volt. Még az ellenségei is elismerték, látták ennek a jeleit. Aztán megjegyezzük azt is, hogy az Úr Jézus hatalma szorosan összefügg az ő gondolkodásával. Figyeljük meg az ő hatalmát az ő beszédében, az ő gondolkozásában. Ugye kérdezik, hogy milyen hatalommal cselekszik, és ő válaszol. Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig tanakodnak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való volt. Erre Jézus is szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Tehát az Úr Jézus gondolkozásában látjuk az ő hatalmát, hogyan is értem ezt. Akik előtt a sakkjáték ismeretes, azok talán jobban meg tudják érteni. Van olykor olyan felállás a sakktáblán, hogy néhány lépés múlva, de azt már látszik előre, hogy valaki veszteni fog. És egy előkészítő húzás után már ki lehet számolni, hogy körülbelül hány lépés után következik az, amikor a király már nem tud hova úgy mozdulni, hogy ne támadják meg, ez a matt. Amikor pedig a király ellen történik egy közvetlen támadás, de még van hova húzzon, akkor sakk. Hát próbálnak az Úr Jézusnak sakkot adni, mondhatnám így. Egy húzás, és az Úr Jézus lehetőleg majd sarokba szorul, úgy gondolják az Úr Jézus ellenfelei. És az Úr Jézus egy kitérő mozdulattal mondhatnám, hogy leveszi az összes támadó bábut, és egyből ők kerülnek olyan helyzetbe, hogy az Úr Jézus közvetve az ő hatalmát érvényesíti feléjük. Az Úr Jézus ugyan tiszta marad, mert felteszi a kérdést, és a válasz fogja ítélni azokat, akik őt próbálták törbe csalni. Hogyha azt mondják, hogy János keresztsége mennyből való volt, akkor ők maguk olvassák a saját fejükre a hitetlenség ítéletét. Hogyha pedig azt mondják, hogy földről való volt, majd a nép elintézi a piszkos munkát. Tehát az Úr Jézusnak a hatalma tükröződött az ő gondolkozásában, tükröződött az ő válaszaiban. Aztán, ami következik, tehát eddig arról beszéltünk, hogy az Úr Jézus hatalma megnyilvánuló hatalom volt. Azt is hozzá kell tegyük, hogy az Úr Jézus hatalma, egy különös szót fogok használni, diszkrét hatalom. Hogyan is értem ezt? Azt olvassuk az igében, Ézsaiás proféta említi a Mesiásra vonatkoztatva is, hogy Istennek a szolgája nem kiált, nem lármáz. És ez különösképpen igaz volt, és igaz az Úr Jézusra, hogy ő az ő hatalmát diszkréten alkalmazta. Nem tört be egyetlen beteghez sem, hogy már pedig meg kell gyógyítani, már pedig egy propagandát kell végezni, és ezt meg kell szellőztetni az újságokban, és hogy mindenki erről beszéljen. Nem, az Úr Jézus ilyen propagandát nem végzett. Mint némelykor a politikusok választás előtt, hogy valamit tesznek, aztán azt úgy kiszínezik, úgy felnagyítják, hogy mindenki lehetőleg arról beszéljen. Az Úr Jézus nem kiáltott, nem lármázott, de elérhető volt.
Soha nem kérdezett úgy, hogy olyan rámenős legyen, hogy te akarod-e a bűnbocsánatot. Még sokszor még a gyülekezetekben is vannak ilyen olyan túlkapások, hogy na, ha még akar valaki itt megtérni, na, ha valaki ebben a pacsorban, ha valaki abban a pacsorban, és végig körbe veszük, hogy hát, ha valahogy kierőltessük az emberekből a megtérést, mert nem. Az Úr Jézus soha így nem prédikált. És még azt se kérte, hogy ha valaki meg akar térni, a kezét emelje fel, vagy így úgy. Nem, az Úr Jézus olyan diszkréten prédikált, és az ő hatalmát úgy érvényesítette, hogy soha senki nem mondhatta rá, hogy ő erőlteti. Hogy ő kierőszakolja az emberből azt a változást, amit esetleg némelyek annyira várnak. Aztán azt is olvassuk, hogy az Úr Jézusnak a hatalma nem öncélú volt, olyan diszkréten gyakorolta az ő uralmát, hogy, és ismét visszatérek Ézsajáshoz, a pislogó gyertyabelet nem oltotta ki. A megtört nátszálnak megkegyelmezett. Ilyen az Úr Jézusnak a hatalma. Aztán azt is olvassuk, hogy önmagát sohasem igazolta. Amikor kísértették őt, hogy mutassa meg az ő hatalmát, hogy szálljon le a keresztről, az Úr Jézus nem tette meg. Isten soha nem engedte meg az embernek, hogy az ember őt igazoltassa. Te kicsoda vagy? Hát itt is lényegében hasonló dolog történik, hogy szinte rá akarják venni az emberek, hogy Isten igazolja magát, hogy hát én vagyok. Mutass jelt, mutasd meg a te bizonyítványodat, majd mi elismerjük, hogy te Isten vagy. Akkor az Úr Jézus így kitérő választ adott, és ebben is az ő hatalmát érvényesítette, de diszkréten. Nem leplezte le az embereket, nem tette tönkre azonnal ezeket az embereket, akik közvetlenül ellene támadtak. Pedig megtehette volna azt, hogy mit akartok ti? És akkor tüzet kér a mennyből, és egy pillanat alatt hamuvá válnak, és mindenki fél és rettek, hogy az Úr Jézusnak mekkora hatalma. Nem ez történik. Tehát az Úr Jézus annyira diszkréten alkalmazta az ő hatalmát, hogy ebben is azt bizonyítja, hogy ő újabb és újabb esélyt akar adni az embernek. Gondolkozz, ember, hogy kivel állsz szembe. Gondolkozz, mielőtt fejjel nekimész a falnak, hogy ne a halálodat készítsd elő. Ne az Isten haragját ingereld magadra, hanem lehetőleg élj a kegyelemmel. Mert Isten hatalmában ott van elrejtve a kegyelem. Az Úr Jézus diszkrét hatalma többek között bűnbocsátó hatalom, de nem megalázó. Amikor azt olvassuk a guttaütöttel kapcsolatban, hogy megbontották a tetőt, küldik le, lebocsátják a guttaütött embert, hogy az Úr Jézus majd gyógyítsa meg, az Úr Jézus nem kezdi sorolni a illetőnek a bűneit, hogy jó, megbocsátom neked, hogy a feleségeddel így meg úgy bántál. Nem mondja azt, hogy hát tudom, hogy mennyi pénzt elvertél a szerencsejátékokon. Tudom én azt, hogy így meg úgy beszéltél mások háta mögött. Nem kezdi az Úr Jézus sorolni másnak a bűneit. Azt mondja, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, kelj fel, vedd a te nyoszoljádat és jár. Ilyen diszkrét az Úr Jézus. Ó, bárcsak tudnánk mi is tanulni az Úr Jézustól ilyen finom magatartást. Mondhatnánk, hogy úri módon bánni másokkal. Aztán harmadik gondolatként azt is szeretném kiemelni, hogy az Úr Jézus hatalma provokáló. Nem annak szánja bár, de mikor az Úr Jézus megnyilvánul az ő hatalmával, akkor az ember, és különösen azok, akik a gonosznak a szolgái, azok nem tudnak nyugton ülni. Olvassuk, hogy a főpapok írtak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Aztán 20. fejezet,
9-es versében olvassuk, hogy főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Tehát annyira provokálta az Úr Jézus hatalma őket, hogy ők nem tudtak nyugton maradni. Próbálták ők is bebizonyítani, hogy hát nekünk is van hatalmunk. Szembe tudunk mi szállni Istennel. És szembe tudunk szállni vele. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy egyáltalán honnan van az embernek hatalma. Mit válaszol Pilátusnak az Úr Jézus, amikor azzal kérkedik Pilátus? Nekem nem válaszolsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy keresztre feszítesselek, arra is hatalmam van, hogy elbocsássalak. És azt mondja Pilátusnak az Úr Jézus, nem volna hatalmat, ha felülről nem adatott volna. Vagy azt mondja Pál apostol is, hogy nincsen hatalom más, csak Isten rendeléséből. Tehát amit Isten nem ír alá, amire Isten nem üt pecsétet, az érvénytelen, ott nincs hatalom. De megtörténik az, hogy Isten kilátásba helyezi, hogy az ember egy bizonyos ideig érvényesüljön, úgy, ahogy a hold is érvényesül, mert a naptól kap kölcsönfényt, ugyanúgy az ember is egy bizonyos hatalmi körrel rendelkezhet, mert Isten egy ideig az ember hatáskörébe engedi a hatalmat. De utána el kell számoljon mindenki a hatalmával, hogy mire fordította, és emlékezzünk arra, mi a hatalom. A hatalom a befolyásolásnak a képessége. És a befolyás pedig az a képesség, meg cselekmény, amelynek következtében valakinek a viselkedésén, a gondolkozásán igyekszünk változtatni. El kell számoljunk a földi életünk után, hogy mire használtuk a mi befolyásunkat, a mi hatalmunkat, a mi tekintélyünket. Pilátus el kell számoljon azzal, hogy miért nem váltotta ki az Úr Jézust, vagy miért nem szabadította meg, hogyha ő maga mondja azt, hogy az Úr Jézus ártatlan. De ugyanúgy mindegyik baptista ember is el kell számoljon, hogy ki állt-e az ártatlanok mellett, az Úr Jézus mellett elsősorban, mert ő az ártatlan. Mi emberek, mi csak olyan relatív ártatlanok vagyunk, valahol ott a szürke és a fekete között valamilyen árnyalat. Az Úr Jézus egyedül hófehér. Viszont nekünk ki kell állnunk. És azt mondja az Úr Jézus, amikor a amikor őt megfogják és viszik, hogy de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje, Lukács 22:53-ban olvashatjuk. Tehát olykor az Úr Jézus visszavonul, és engedi, hogy az emberben támadjon fel a dac, támadjon fel a lázadás az ő hatalma ellen, és ő nem folytja el azonnal. És sötétség hatalmáról olvastunk. Ez előbb pedig azt mondtam, hogy az Úr Jézus egyedül hófehér, egyedül ártatlan. Van a sötétségnek is hatalma, mint ahogy az Úr Jézusnak is van hatalma, de azt olvassuk, hogy sötétség órája. Nem arról van szó, hogy sötétség napja, vagy sötétség éve, hanem egy rövid időre, azt mondja az Úr Jézus, hogy azt mondja Isten, hogy egy szempillantásra elhagytalak, egy rövid ideig elfordítottam az én orcámat, de aztán ismét nagy irgalommal könyörülök rajtad. Megtörténik az, hogy Isten megengedi, hogy érvényesüljön a sötétség. Azért, hogy aztán még nagyobb hatalommal jöjjön vissza, és mutassa meg, hogy ő nem tűri. Nem tűri a sötétségnek a hatalmát. Engedte azt, hogy keresztre feszítsék. De amikor másjára fog jönni, akkor azt írja János a mennyei jelenésekről szóló könyvében, még azok is meglátják, akik őt átszegezték. Őt az ártatlan.
és majd siratni fogják. És kínlódnak az emberek, és keresik a halált, keresik, hogy majd a hegyek temessék el őket, hogy valahogy megmenekülnének Isten szín elől, de nem lehet. Mert akkor Isten hatalmának, a világosságnak lesz az örök világosságnak az időszaka. Lezárul a föld sötétségének a korszaka, lezárul azoknak a hatalmának a korszaka, akik itt kiskirálykodtak és visszaéltek az ő hatalmukkal, aztán majd Isten ítéletet tart. Az Úr Jézus hatalma. Azt olvassuk, hogy neki van hatalma letenni és felvenni az ő életét. Van hatalma arra, hogy másokat is hatalommal felruházzon. Azt olvassuk, hatalmat adott a tanítványoknak is. De utána el kellett számoljanak vele. Visszajöttek. Azt mondja, még az ördögök is engedelmeskednek. Aztán visszavette az Úr, mondhatnánk ezt a hatalmat tőlük, mert átmenetileg nem tudták érvényesíteni, csak arra az időre, amíg az Úr Jézus megbízta őket. Azt olvassuk, hogy János evangéliumában, János 5.27, sőt, arra is adott neki hatalmat az Atya, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Hatalma van gyógyítani. Hatalma van arra, hogy lecsendesítse a szelet, a tengert. És testvéreim, elkerülhetetlen számunkra az, hogy beismerjük, elismerjük, hogy mi olykor kívánjuk, hogy bárcsak nekünk is ilyen hatalmunk lenne. És gyakran lehetünk úgy, mint a Zebedeus fiai, akik azt mondták, hogy nekünk ott a jó helyen, ott, ahol még egy kicsi hatalom nekünk is csorran cseppen, ott legyünk. Egyik a jobb keze mellett, másik a bal keze mellett. És aztán az Úr Jézus szintén diszkréten elutasítja őket, vagy eszembe jut egy másik est is, amikor a tanítványok próbálják az ő tanítványi befolyásukat érvényesíteni Istennél, úgymond, amikor az Úr Jézust kiutasítják a samáriai faluból, akkor kérdezi Péter, vagy valamely buzgó tanítvány, hogy Mester, akarod, hogy tüzet kérjünk a mennyből? Emészszel meg ezeket. És mit mond az Úr Jézus? Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Nem tudjátok, hogy milyen lélek hatalma alatt álltok. Milyen lélek befolyásolt titeket. És általában Isten hatalma és a gonosz hatalma között az a különbség, hogy a gonosz hatalma ész nélkül pusztít. Isten hatalma pedig felemel, életet ad. Nem azért jött az Úr Jézus, hogy mindenkit, akiben valami bűn van, azt félreállítson, hanem arra, hogy megváltsa, életet adjon a világnak. És az ő életét adja váltságul sokakért. Ez a különbség az Isten hatalma, az Úr Jézus hatalma és a gonosz hatalma között. A tanítványok ész nélkül kérnének tüzet. Nem azért, hogy szalonnál süssenek, hanem azért, hogy úgymond a kárhozatra való samáriaiak egy-kettőre tűnjenek el az Úr Jézus útjából, meg az ő útjukból. És hogy egy kicsit már érezzék már ők is, hogy egy hatalmas úrnak a kíséretéhez tartoznak. Vajon nem vagyunk-e így, testvéreim, mi is olykor, hogy nekünk kevés az, hogy Istennek a hatalma életre hív? Inkább azt szeretnénk, hogy pusztítson már egy kicsit Isten hatalma. Úgy élveznénk mi is, mint Jónás a ninivei tűzi játékot, hogy úgy felmegy a dombra, és úgy készülődik, na végre, én most befejeztem az evangelizálást, most jön a tűzi játék. És ott van bennünk ez a torz lelkület, és az Úr Jézus meg kell ítéljen bennünk mindenfélét itt a földön, hogy ezektől meg tudjunk szabadulni. És meg tudjuk látni úgy az Úr Jézus hatalmát, hogy ő, az ő hatalma megnyilvánul ugyan, de legtöbbször diszkréten. Ő visszavonul azért, hogy esélyt adjon még a legkeményebb bűnösnek is, a megáltalkodott embernek is Isten kegyelmet akar adni. Milyen indulat van benned? Bennem? A mai nap erre is alkalmas, hogy megvizsgáljuk, mert azt olvassuk a Filippi levélben, az az indulat legyen bennetek, amely megvolt a Krisztus Jézusban is, aki Isten zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel, és nem élt vissza az ő hatalmával.
Testvéreim, hányszor ott van bennünk ez a zsákmányoló lelkület, hogyha egy kicsi lehetőség nyílik, akkor egy-kettőre előbbre lépjünk, tekintélyesebbek legyünk. Azt olvassuk, hogy az Úr Jézus megalázta magát. Egészen a kereszt halálig, mert az ő hatalma elsősorban az ő önuralmában mutatkozott meg. Milyen jó lenne, ha a hívőknek az a hatalma az önuralomban mutatkozna meg, hogy hatalmunk van a gonosz felett, nemet mondani a gonosznak, ellenállni a gonosznak. Erre kéne érvényesíteni minden hívőnek a hatalmát, és akkor elfutna a gonosz tőlünk. Azt is írja az ige, hogy nem azért jött az Úr Jézus, hogy neki szolgáljanak, és az ő hatalmával kérkedjen, hogy mekkora nagy Úr ő, és hogy kiszolgáltassa magát, hanem azért, hogy másoknak szolgáljon, és életét adja sokakért. Segítsen meg minket, ami mennyei atyánk, hogy tanuljuk meg tehát az Úr Jézus hatalmáról, hogy ő megnyilvánuló hatalommal járt közöttünk, és él ma is közöttünk, ugyanakkor az ő hatalma diszkrét hatalom, és ne felejtsük el azt sem, hogy provokáló hatalom lehet. Hogyha nem vagyunk tiszta szemmel, tiszta szívvel, akkor válthat ki bennünk is dacolást, ellenkezést, lázadást. És tudjuk megalázni magunkat az ő hatalma előtt, és követni őt. Amen.